Beharangozták nekünk tavaly, hogy a bolygó búzakészletei már csak hetekre elegendőek, és nem lesz elég kenyér. Ezzel szemben pedig jelenleg több éves mélypontra zuhant a búza piaci ára. De egyébként sem észleltünk semmiféle előrejelzett hiányt az élelmiszerpiacon. A miniszterelnök úr pedig azt mondta, hogy a kormány beadta a gyógyszert az infláció ellen a magyar gazdaságnak. Én meg azt gondoltam, hogy a kormánynak egyáltalán nem volt ellenére az infláció, és jelezném azt is, hogy nyugaton sehol nem láttam hasonló szintű élelmiszer áremelkedést, mint Magyarországon. Sok tejtermék ára a duplájára nőtt, és az árak azóta is kúsznak fel szépen alattomosan. A kenyér ára 60%-kal ment fel. És ez még semmi, mivel a húsok ára is Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben. De ugyanúgy a Mirelit pizza és sok más termék brutálisan drágult. De igazából bármely termékről legyen is szó, a helyzet az, hogy Magyarország árszintje nem mozog szinkronban a nemzetközi tőzsdékkel, ugyanis Magyarországon minden drágább, mint nyugaton, mivel a magyar termelők nem a dolgok valóságát veszik alapul. 10 deka vaj 369 forintról 850-re emelkedett. A liter tej 200 forintról 450-re emelkedett. 10 darab tojás 500 forintról 1100 forintra emelkedett. A fehér kenyér kilója pedig 350 forintról 800 forintra emelkedett. A túró meg a tejföl áráról nem is akarok beszélni, mert teljesen irreális. Mindezt egy olyan országban, amelyről azt gondoltuk, és amelyről számtalanszor azt állították, hogy képes önmagát teljes mértékben ellátni.